1943. január 12-e a magyar hadtörténet egyik legsötétebb napja. A Donkanyarban a jelentős létszemfölénnyel bíró szovjet vörös hadsereg támadásba lendült, és a 250 ezer fős második magyar hadsereg kötelékéhez tartozó katonák megközelítőleg 130 ezeren estek el, sebesültek meg vagy kerültek hadifogságba. Csató Gábor, a Vasvári Pál általános iskola történelem tanára számolt be a rendkívül tragikusan alakult ütközetről. Nagyon röviden, 1942 tavaszán, még Bárdosi László miniszterelnöksége idején ö, született megállapodás Hitlerrel, hogy ö, egy új hadsereget hoznak létre, a második magyar, úgynevezett második magyar hadsereget, és sajnos ezeknek az embereknek 20-40 év közötti fiatal férfiaknak a kiszállítása a Dón folyóhoz 1942. áprilisa, és tulajdonképpen augusztus végére fejeződik be a katonák megérkedése a Dón kanyarhoz. Már akkor egy rendkívül rosszul felszerelt ö, hadseregről van szó. 1942. áprilisa és augusztusa között már több mint 30 ezer honfitársunk vesztette életét, pedig az igazi csata csak 1943. január 12-én vette kezdetét, tette hozzá Csató Gábor. Kevesen tudják, hogy 42. áprilisa és augusztusa között már 30 ezer magyar ember halt meg, 30 ezer magyar katona halt meg, teljesen értelmetlenül az előcsatározásokban. Horti tapasztalta, hogy Bárdosi ö, kiszolgálja a náci igényeket, és őt leváltotta, hogy márciusban már Kállai Miklós, a miniszterelnök, aki, aki ö, mindent elkövet, hogy újabb egységek ne érkezzenek a Donkanyarhoz és hogy szűnjön meg a nácik elvtelen kiszolgálása, de sajnos ő már elég kiszolgáltatott helyzetben volt, és hát megváltoztatni már nem tudta nek a 200 ezer embernek a sorsát, mert, mert még egyszer hangsúlyozom, hogy 200 ezer embert szállítottak ki a Donfolyó partjához, teljesen értő több ezer kilométer a magyar határtól és hát mindannyian tudjuk, hogy 43. január 12-én kezdődik a mindent elsöprő, iszonyatos túlerőben ötszörös tüzérségű, tehát azt mindenki tudja, hogy egy közismert szlogen, hogy, hogy annyian vannak, mint az oroszok, tehát a... A létszámbeli túlerőről mindenki tud, csak nem háromszoros volt az orosz csapatok létszámbeli túlerője, de ha lehet még nagyobb a tüzérségi túlerő, esélyünk nem volt. Tulajdonképpen az a döbbenetes, hogy már harc nélkül megsebisült volna a hadsereg a mínusz 40 fokos orosz fagyban, nem volt megfelelő téli ruházat, nem volt élelmű, borzalmasan volt megszervezve az ellátás, a németek egyáltalán nem úgy viselkedtek, mint szövetségesek, sokkal inkább, mint ellenség. Tehát ez egy, én ezt egy nemzeti tragédiának, nem csak én, hanem, hanem aki erről hall, aki ezt ugye ez nemzeti tragédiának tartom, egy értelmetlen nemzeti tragédiának, és akik ebbe belekényszerültek, őket pedig áldozatoknak. Mindenképpen áldozatoknak. A legnagyobb bátorsággal sem volt esélyük, és tulajdonképpen értelmesen volt az ő ott létüknek. Még annyit egy személyes vonatkozás nagyon-nagyon közel áll a szívemhez, családokokból is ami ott történt. Az én dén nagyma már nagyon kemény asszony volt, és egyetlen egyszer sírt, amikor a tényleg nem elfogultság, tehát a falu legszebb legénye volt, a, a fia, akit húsz évesen elvittek a tonhoz, ott légnyomást kapott, és megfagyott az egyik lába, és amikor meglátta az eldeformálódott fejű, fagyott lábú fiát, aki valaha a falu legszebb legénye volt, megérkezett a vonattal, a sebesült szállítóval is leszették, akkor sírva fakadt a, indít a, a, nyám, és életében először akkor, és ott sírt. A pedagógus elmondta, a hadászati jelentésekből kiszült statisztikák meglehetősen nagy ellentmondásokkal kerültek napvilágra. Máig nem tudják pontosan, mekkora túlerővel nézett farkasszemet szemet a magyar hadsereg. Nagyon ellentmondó adatok vannak az áldozatok számáról. Én azt olvasom, miután a tőskari jelentést uh, olvastam, én azt mondom, hogy 140 ezer ember halt meg, vagy került szovjet hadifogsába, vagy majdnem egyenlő volt a halállal, vagy vesztett el végtagjait. Tehát az áldozatok száma 140 ezer és egészségesen onnan pár ezer embert ért vissza, inkább fagyott, vagy, ö, fagyott végtagokkal, vagy, vagy amputált végtagokkal borzalom. Ez a magyar hadtörténet legsúlyosabb veresége. A történelem rengeteg tanulsággal bír. Most is így, én hiszek abban, hogy van egy olyan mondás, hogy amelyik nép ö, nem tanulja meg, nem ismeri a történelmét, arra ítéltetik, hogy újra átélje. Én nagyon szeretném, hogyha tudnák, és soha többé egyetlen magyarnak sem kellene ilyen értelmetlen módon ö, Meghalni a, a politika bűneinek következtében. Január 12-én mindig valamilyen módon egy egy, egy impresszió, vagy az lgtt egy dal, azokért, akik nincsenek itt, vagy valamilyen módon megemlékezünk az áldozatokról, teljesen függetlenül attól, hogy tananyag -e éppen, tehát hogy nyolcadikosokkal, vagy hetrikesekkel veszük, vagy pedig kisebbek. Azt akarom, hogy már felső tagozatban találkozzanak ezzel is, soha ne felejtsék el. Ez nem egy tananyag, ez sokkal több annál az emberek százezreinek. Hiszen ne felejtsük el, hogy ennek a kétszázezer embernek, ugye volt tíz közvetlen hozzátartozója, mindenki valakinek az apja volt, a testvére, a fia, akiket vártak haza. Tehát ez a 200 ember, ez kb. 2 millió magyar embert érint közvetlenül. Nagyon nehéz helyzetben volt a kommunista vezetés 89-ig, mert egyrészt tehát a 200 ember nagyon, nagyon, mélyen élt a magyar köztudatban, a Doni katasztrófa. Ugyanakkor, miután ugye mindannyian tudjuk, hogy a Szovjetunió szövetséges ország volt, tehát arról beszélni, hogy tulajdonképpen, meg, mi, támad, mi voltunk a támadók, tehát hogy megtámadtuk a akkori tehát a, a 80-as évekig a szövetségesünket, akkor megtámadt. majd ők brutálisan ö, szétverték a seregünket, Ez nem volt jó ö, ezt felhánytorgatni, ezt emlegetni, úgyhogy ez egy olyan tabu kérdésnek minősült, így viszont az áldozatokról sem emlékezhetünk meg, tehát nagyon hosszú ideig első világháborús áldozatok volt emlék helye, de mási világháborúsoknak nem igazán ö, támogatták ezt. A második világháború áldozatainak általában az, az, orosz megszállásnak a, a emlékeiről csak 89 óta. És ez nagyon, nagyon jó, hogy végre beszélhetünk, hogy a, 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 múltunkat megismerhetjük. Az önfeláldozás legmegdöbbentőbb példája Lévai Sándor hadnagyhoz fűződik. Január 14-én búcsú jelentésében arra kérte a többi üteget, hogy három percig lőjenek, és ez alatt megpróbál két tüzérével kitörni. A fiatal hadnagy, aki saját tüzérsége tüzét kérte magára, többé már nem került elő. thanks